Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt és az izguló érettségizőket. Azt szeretném elmondani, hogy a 2023-as középszintű német érettségit én hogy oldanám meg. Ez természetesen nem a hivatalos megoldás, az majd hamarosan érkezik, de nézzük át, hogy együtt hogy oldanánk meg. Az idei érettségi ugyanolyan volt, mint az eddigiek, 4 részből állt, kezdjük az olvasott szöveg értésével. Az olvasott szöveg értésében az első feladat a richtig-fals, helyes-helytelen megoldásokat várta el tőlünk, és a skandinávok étkezési szokásairól szólt a szöveg. Egy helyen bizonytalanodtam el, lehet, hogy kicsit túl aprólékosan néztem a szöveget, remélem, hogy a diákokat ez nem zavarta meg. A második pontban az a kérdés, hogy bei der Nordic Diät ist man alles saisonale, a szövegben pedig az szerepel, hogy a szezonális élelmiszerek az előtérben vannak. Tehát, hogy most ez elbizonytalanított-e valakit, nem tudom. Itt természetesen a helyes megoldást kellett beixelni. A többi szerintem egyértelmű, és minden kérdésre találunk a szövegben választ, úgyhogy ha alaposan végigolvasták a jelöltek, akkor ez nem okozhatott gondot. A második feladat a bodensei üdülésünkhöz ad tanácsokat, tippeket. Itt nekünk kellett a szövegeket, illetve a pontokat kiegészítenünk a szövegből kivett információkkal. Egy-két nehézség ebben is elbújt ebben a szövegben. Elmondanám, hogy mik azok, amiket én helyesnek tartanék. Az első kérdésbe, was macht den Bodensee bei Besuchern so beliebt? Itt, ha valaki azt írta, hogy klíma, mediterránes klíma, große Auswahl an Möglichkeiten, die viele Möglichkeiten, mindegyiket elfogadnám. Ha valaki nagyon felületes, akkor a második pontban viszont kiválasztotta, hogy 4 országgal határos a Bodeni tó, de a szövegben lejjebb részletesen egészen pontosan a kérdésnek megfelelően megfogalmazzák, hogy 3 országgal határos, úgyhogy erre figyelni kellett, hogy pontosan olvassuk el. A 9-es pontban akár az Ausweis, akár a Personalausweis, akár a Pass, akár a Reisepass megoldást én elfogadnám. A 10-es kérdésben 2 információt kellett a szövegből találnunk, hogy milyen közlekedési eszközökkel érhetők el a szomszédos országok. Itt, ami a szövegben egyértelműen megtalálható, a Schiff, Bahn vagy a Rád, de a szöveg utal arra is, hogy szükséges, hogy legyen autópálya matricánk, tehát nyilvánvaló autó is, az autó is jó megoldás. A 11-es kérdésben szintén többféle variáció elfogadható, gondolom, hogy a diákok is több mindent választottak, hol fontos, hogy legyen készpénz nálunk a kisebb boltokban, de lehet az, hogy a jegyvásárlásnál a hajókra vagy a hegyi vasutakra. Itt, hogyha valaki csak azt írta, hogy in kleineren Geschäften, vagy azt, hogy Schiffe oder Bergbahnen, bármelyiket elfogadnám, egy információra van csak szükségünk. A 12-es kérdés az in der Schweiz, az szerintem teljesen egyértelműen adódott. A 13-as kérdésben itt egészen pontosan a szövegből kivehettünk egy mondatot, ami válasz lehet a kérdésre, de meg is fogalmazhatták a jelöltek azt, hogy ők mit éreznek, miért nem kell ezen a területen német ismeret, azért, mert mindenki beszél angolul, vagy a vendéglátók beszélnek angolul, vagy sokan beszélnek angolul, ezek mind megfelelő megoldások. A 14-es pontban viszont mindenképpen benne kell lenni a megoldásban annak, hogy Z. Vagy azt írom, hogy temperatur de Zs, ha csak a Z-t írta valaki, az jó, de ha csak a temperatúrt, az nem elfogadható szerintem. A 3-as feladatban az E-roller volt a téma.
Itt a 17-es és a 18-as pont volt, ami esetleg összecserélhető, de a 17-esben a D a jó megoldás, ha az A megoldást választotta valaki, akkor látszik, hogy a Dafür az nem utal semmire a pontban, tehát az A az csak a 18-as ponthoz jó. A 4-es szövegértési feladat, Tennis für zwei, das erste Computerspiel der Welt. Szerintem az egyik legnehezebb feladattípus, nagyon nehezen rakjuk sorba, még felnőtteknek is el kell gondolkozni, hogy helyes, megtalálják a helyes sorrendet a különböző szövegrészek között. Remélem, hogy a diákoknak ez sikerült, mert hogyha itt elcsúszik, akkor nyilván már mindjárt több pontot is veszíthet. Nézzük a nyelvhelyességet. A nyelvhelyesség viszonylag megfelelő nehézségi fokú volt én szerintem. Az első feladatban nincs is kérdés, teljesen egyértelmű, hogy melyik megoldások a helyesek. A második feladat az már egy picikét próbára tette tehette a hallgatóknak a figyelmét, nem tudom, hogy mennyire siklottak át bizonyos dolgokon, tehát elkezdődik a szöveg jelen időben, és remélem, hogy figyeltek arra, hogy a 9-es pontban már múlt időbe kell tenni az igét, majd a 10-esben is, tehát a prétoritumot kellett használni, később lejjebb pedig a szövegből adódott, hogy a perfekt használata szükséges. Ez egy kis megtévesztés lehetett itt az elején, hogyha nem olvasta végig a szöveget. Erre felszoktuk hívni a figyelmet, hogy olvassák végig, de ugye tudjuk, ahol pontokat lát a diák, akkor oda rögtön beírja szerinte helyes megoldást, úgyhogy remélem, hogy itt jó megoldások születtek. A harmadik feladat egy stresszel kapcsolatos témát dolgoz fel. Itt a 15-ös pontban lehetett egy kicsit megtorpanni, mivel a mondatnak a jelentése, minden embernek szüksége van egy kis stresszre, és az a megoldás, hogy ahhoz, hogy jól érezze magát. Ez lehet, hogy egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, és az első pillanatban nem ezt találják jó megoldásnak, de hogyha végig megoldja a feladatot az érettségiző, akkor rá fog jönni, hogy ide csak ez lesz a jó. Remélem, hogy mindenkinek sikerült is.